A disznótor jellemzően téli elfoglaltság volt. A fagyasztóláda térhódítása már évszaktól függetlenné tette ezt a hagyományosan falusi eseményt. Gábor Ján és Szentpéterszeg települések önkormányzatának tagjai elhatározták, hogy közösen hagyományos disznótort rendeznek Szentpéterszegen. A két faluban élők örömmel emlékeztek vissza gyermek és fiatalkoruk várva várt eseményére. Az év melyik szakában csinálták valamikor egy disznótort? A téli időszakban, karácsony előtt és új év előtt, meg február hónapban. Mi volt ennek az oka? Ennek az volt az oka, hogy a természet is ekkor ugye adta nagy hűtőszekrényt, és ekkor volt hideg, akkor még nem voltak fagyasztóládák, meg minden, és ekkor fagyott ki a hús, lehetett jól dolgozni belőle, és nem romlott meg. És ugye mikor fel lett dolgozva a sert, és akkor füstölés által nyári időre is lehetett tartósítani, akár a kolbászt, akár a füstölt sonkát. Hogyan készültek rá? Mi előzte meg? Mondjuk előtte való nap. Az nagyon sok volt. Tűzrevalót kellett csinálni a meleg víz melegítéshez az üstházban, és ilyen előkészületek ezek mentek. A szalmát azt nem volt ajánlatos meghúzni, mert megházhatott. Egy kazalba volt a szalma, ahol ugye tiszta szalma volt, mert még cséplőgép volt, végezte a kicsépelést a lógerekbe, ahol még pejva nem volt, és tiszta szálas szalmák voltak a kazalba, az horoggal meg kellett húzni másnap reggel korán, ugye, és azzal volt a perzselés. Margit néni, tessék, milyen előkészületeket kellett tenni egy jó gazdasszonynak? Hát meg lett az határozva, hogy na most már készülünk a disznótorhoz, legelőbb ugye a levestésztát meggyújtuk előző napokba, csináljunk csigát, akkor a rokonságot még összehívtuk. Voltunk 5-6-an, akik, na hát, megcsináltuk, mert voltunk 18-20-an egy disznótor alkalmakor, akkor a csigát megcsináltuk, na hát kitűztük, nem volt az, hogy szombat vagy vasárnap, hanem hát kedd, szerda vagy bármilyen napra kitűztük azt a disznótort, hát az előkészület, a fokhagymával kezdtük már. Előző este már azt meg lehetett pucolgatni. Akkor másnap, mikor a disznótorhoz készültünk, a kását délután. Azt is megfőztük délután. Mert hát reggel sok nép... Köles kását? Hát inkább rizsát. Az a legjobb. Régebben? Hát régebben is, vagy esetleg vegyesen, hogy ne csak köles legyik, tettünk hozzá egy kis rizsát is, már még ha drágább volt is. Sanyi bácsi, mitől hízott legjobban a disznó? Hát mindent adtunk neki nyárba. Lucernát, utána ősszel, ha jött be a klumpri, főztük neki üstbe. Még a sütőtököt is keveltük darával, meg tengerit, csöves tengerit. Azt is kapott. Moslékot is? Moslékot is, klumpri moslékot. És ha eljött a tél, mikor tűzték ki egy-egy disznótornak az idejét? Úgy karácsony hetére. És hogyan történt rá a disznóölés? A disznóölés? Hát reggel mivel kezdték a napot? Reggel? Hát jöttek ide már 5 órára, akkor akik hivatalosok voltak, a családi kör. Reggel megsült a pogácsa, akkora. Melegbor, meg egy kis pálinka is volt. Ajánlta. És akkor neki fogtak kihúzni a disznót? Igen, kimentünk. Na, ki lesz a mester? A bölény? Vagy a böllér? Hát azt, akkor azt kihúztuk az óbuloszt, leszúrtuk, utána hoztuk elő a szalmát. Egy húzta horoggal, ponyvára húztuk a szalmát. Hordtuk oda. És utána beborították a disznót szalmával? Utána, amikor azt megöltük, lefektettük hasra, lábát kihúztuk, az első lábát előre, hátulsót hátra. Azt akkor beterítettük. Jó szalmával azt mindig az óránál gyújtottuk, hogy úgy menjik szépen hátra láng a hátán. Volt perzselővilla, avval a szalma, hogy ízért rajta, piszkáltuk. Igazították a tüzet. Igazítottuk.
fiúgyárkányzok, azok már búttak ki, olyankor jöttek ki. Segítettek? Segítettek, tizeltek, a kis tízre rakták a szalmát. Végvajog azt a mester mindig mondta az emberek, hogy pejvás ne húzd, mert az nem így jó, az csak füstöl. Kiráztuk a pejvát belőle. Azok meg azt az öregjei, hogy ne tüzeljetek már, te nem győzik hordani a szalmát. Feltüzelték volna azok az egész kazlat. Majd mikor a háta készen lett, közben kapartuk, kaparók és volt, kaszából volt csinálva. Rajta volt, az volt a jó éles, az vitte lefele. Kaszakés. Még most is van, akinek van. Azt húztuk a hátáról lefele, na még nem jó, megdörzsöltük, megnéztük. Mivel dörzsölték meg? Kaszakéssel. Meg lehetett azt látni azonnal, hogy 20 eurös, még akkor terítsd be még egyszer. Raktuk le a szalmát, tüzeltünk rá. Be is dörzsölték a disznót. Akkor még nem. Akkor még nem. Akkor fel kellett fordítni. Hátára tettünk mellé két téglát, úgy állott a lábát, meg szíjjel feszítettük egy fadarabba, hogy jobban hozzáérjék a lánga sarkaihoz, a lábok közé mindenüvé. Uh-huh. És még egyszer gyújtottak rajta tüzet? Gyújtottunk, még csak jónál volt, mindig gyújtottunk. Sokáig tartott? Hát kellett annak egy másfél óra hosszú, még megperzsáltuk. Akkor a gyerekik meg a kis tűzbe, tegyétek bele a járomszeget, azt hadd melegedjék meg, megpirú, egész megveresedett, azt avval sütöttük ki az izéket a lába közt. Meg a füle háta mögött. A fülét, farkat hűít. Ahol nem érte olyan jól. Ahol nem, hát a szőt le kell tűzni. Tüzes vassal ott kisütötték. Meg a villágával is, után mikor már a hasa is jó formá volt, akkor még villára ütöttünk szalmát, tartottuk a lábára, mert az tovább sült meg a körme. Azt a tüzes villát is, azt tarts, húzd meg csak a fülit. Dörzsöltük véle ki. Ha megperzselték a disznót, akkor füle farkával mi lett? Fülivel farkával? Úgy tudom, azt a gyerekek nagyon szerették. Igen, azt, mikor megfőtt a füle farka, a farkát azt nem ették meg, nem. Azt kellett majd a borsólevesbe, mert kivettük a óriát a hátán, a fejét meg megfőzték, az meg sajtnak ment. Csak a fülét adták a gyerekiknek? A füléből, ha megfőtt, akkor vágjatok, adjék már egy kis fülét. Kiírték azok. Sózták? Hát persze, volt amelyik etten nyersen is. És ha készen voltak a perzseléssel, akkor neki fogtak kaparni, tisztítani. Igen, megkapartuk, igen. Még akkor nem volt csap. De én úgy tudom, hogy be is dörzsölték. Bebízom, pernyeit. Miért kellett bedörzsölni? Bebízom, meglocsoltuk a pernyeit, jól felgyúrtuk a szaval, marékkal rá, azt megdörzsöltük. Miért volt erre szükség? Hát, hogy puhuljék a bőre. Puhult a disznónak a bőre, akkor, mikor még bepernyeiztük, utána még hat, izeik egy kicsit hatpúvék után Dézsába mertünk vizet a kútból, azt abból locsoltuk. Teljesen hideg vízzel locsolták? Hideggel hát, nem is meleggel. Véletlenül, ha olyan hideg volt, hogy az asszonyoknak az istázón melegedett a víz. Véletlenül, tölts már hozzá egy kis vizet, mert hideg nagyon. A perzselés után, ha megkaparták a disznót, akkor kezdődött a bontás? Igen. Hogy bontották a disznót? Elébb a lábát vágtuk le, felfordítottuk elébb gerincre. Azt a lábát, a négy lábát le kellett menni. Azt levettük, raktuk a Dézsába. Utána fordítottuk hasra, úgy vettük ki az orrját. Azt az orrja kijött szépen. Mi az az orrja? Hát az a gerince. A gerinc hús? Igen, a gerince, az orrja. A disznónak az orrja. Hogyan bontották tovább? Utána szépen akkor, ahogy kivettük az orrját, kivettük a belet, belső részét, teknőbe kihúztuk, aztán utána szépen szedtük le az oldalt, háj alatt valahogy minden sorba. Utána még akkor nem úgy bontották, mint most, hanem a külővettük a milyen húsok, lapickákat, külön lett minden kiszedve. Most vágják egyből ki. Azt raktuk vízre, utána, amikor bekerült az asztalra a disznó,
szalonna, amaradt legutoljára ott a deszkán, mert deszkát tettünk alá. Amaradt legutoljára a szalonna, azt az rajtajára kitettük, hat fagyjék, meg hat hűjék, majd után szedtük azt meg, mikor napközben ment a munka. Amaradt utoljára a szalonna szedés. Akkor utána szétválogatták a húsokat, hogy mi szia megyen a... Szétválogattuk, igen, ez sózni való, ez kolbászba való, a csontot nem szedték úgy le, mint most, hanem azt is hagytak rajta a hús rendesen nyárba, fel lett füstölve, ahhoz főzték levesbe. Lábakat is, mindent. Sonkát is hagytak régen? Hát nem nagyon, mert akkor nem lett kolbász. És mi dolguk volt még a szalonnákkal, egyebekkel a férfiaknak? A szalonnával? Akkor, mikor széjjel lett szedve, a szalonnát feltettük az asztalról, szépen meg lett szedve, leszedtük róla a tepertőnek valót. Mert akkor ennek a mangalica malasznak vastagabb szalonnája volt, mint most is leveszik azt. Azt hogy szépen leszedtük róla, azt ment a kövérbe egy dézsába. Azt a vizet kellett rátöjtni, megszétatni, de akkor nem pergáltak azonnal a kornap, hanem avót a divat, be kellett sózni este, hogy hadd igyek ki, avót a józi tepertő, nem a mostani. A tepertőnek valót is besózták? Bőzom be, majd másnap reggel pergáltak. A pergelés hogyan történt? A pergelés? Üsbe rakták, vagy ilyen izébe, lábasba. Voltak pergelő lábasok. És fával alá tüzeltek? Fával vagy tucskával. Milyen tüzet gyújtottak alá? Hát, nagy lángon kellett csinálni? Nem, hát a, csak úgy, hogy rendesen az üstház alatt. Mint most, hogy csináljuk. És a zsírnak valót, ha csinálták, akkor tettek alá még zsírt, vagy vizet, vagy valamit? Nem. Egy kis vizet töltni kellett alá. Hogy ne ragadjon le? Hogy ne ragadjon le. Mert először főtt az. Majd azt, mikor már eresztette a zsírt, után aztán könnyű volt véle bánni. Mivel kavargatták? Hogy fakanállal, vagy van ilyen kavaró, pergelő kavaró. Ezt a férfiak csinálták, ugye? Nem, oly jobb része, asszonyok pergeltek, azt hiszed, férfiak. Most már azok csinálják. És mi dolga volt még a férfiaknak? Férfiaknak azok szedték széjjel a húst, meg vágták, meg ittak. Havautból. A pázsálés ideje alatt volt-e valami olyan emlékeim a bácsának, hogy megviccelték, vagy valahogy, nem is tudom, egy kicsit úgy, inkább úgy megviccelték egymást a szomszédok, vagy az ott levők, hogy... Olyat hallottam. Vagy az, hogy elszaladt a disznó, vagy hasonló igen, ilyen dolgok. Olyat hallottam, hogy megviccelték, de ez nem nálunk történt, de hallottam olyat, hogy mikor meg volt ölve a hízósertés, akkor... leszalmázták ezzel a nagyszáló bánkúti búzaszalmával, és még bementek egy kicsit, akkor már meleg bor volt italozni, azt majd utána meggyújtják a tüzet. És olyan volt, hogy a szomszéd megviccelte, többen ugye megviccelték a gazdát, hogy a hízót azt félrehúzták a szalma kazal háta megé, és a talicskáját tették oda, és azt szalmázták be, azt mikor kimentek, akkor megnyújtották, és a fatalicska az lett megperrel. És hát persze ez egy jó vicc volt, úgyhogy utána előhozták a hízót, a szalmakazal háta megöl, és ugye utána az lett aztán perzselve. A körmével, farkával, fejével mit csináltak? A lábakat megfüstöltük. Füstölt disznóhúst, azt szerettük nyáron is, vagy tavasszal, bármikor, igen. És a fejét? Hogy a fejét, aztat is szíjelszettük, abból lett, megfőztük, abból lett a sajt. Akkor még a hasán vágták, nem a hátán vágták a disznót, kivették a belet, beletették a bélbontó teknőbe, és azt vitték be, az volt az asszonyok dolga. Hogyan pucolták a belet réges-régen? Hát akkor, amikor már a ürüléktől ki volt mosva, azt ugye elhoztuk a trágya széléhez, ott kimostuk, visszavittük, és bent a melegen forgattuk ki. A legutolsó, tehát a végbél bizonyos szakaszáig, egy kis szakaszáig azt meg tudtuk húzni.
a gömböccel együtt, ami a vastagbélnek az a része, ami már nem ágazik tovább. Az, abból lett a gömböc. Az, hogy meghúzták, az mit és jelent? És azt meghúztuk, sőt, elsősorban a gyomrot húztuk meg. Nagyon jó meleg vízzel öntöttük le a gyomor részét, és annak a belső részéről teljesen szépen le lehetett húzni, le lehetett fejteni, és akkor már az a gyomor, az már készen volt a gömböc része, meg a végbélnek egy bizonyos része lehetett egy olyan 30-40 centi. A többit viszont kapartuk késsel. És hogyan kaparták? Hát azt így a hüvelykújunkra raktuk, és akkor a késsel, hát finoman kellett, hogy el ne kaparjuk. Tehát, hogy ki ne lyukadjon, és a kés élével. És közben forgatták? Élével forgattuk. Tehát mindkét oldalára, sőt, a második lébe, mikor a másodikba tettük, ott már egy kicsit igazítottunk rajta, hogy a széle is teljesen letisztuljon. Tehát a két szélét is úgy fordítottuk, hogy az is szépen tiszta legyen, és utána ment a besózás, meg aztán a szódabikarbóna, meg egy kis ecet. És akkor kimostuk megint újra tiszta vízzel, aztán utána jött az a része, hogy megszedegettük. Ha valami visszafordítottuk arra a részére, ahogy a disznó belső részében volt a bél, és akkor minden kis apró muszatat leszedegettünk róla, utána még legalább két léről mostuk, és hideg vízre tettük, ami nagyon fontos, hogy minden kis vérér, meg mi egyéb abból eltávozzon. És akkor míg ezt a hideg víz is szítta, addig kapartuk a vékony belet. Azt hogyan csinálták? Hát azt kifordított, illetve azt is ugye kimostuk kézre szedve egy olyan nyolc. Hogyan kell felszedni? A hüvelykúj és a könyök. Közé feltekercselték? Igen, így feltekerni, hogy 80 centi, vagy akár egy méter is. Volt, aki ugye nem szerette túl hosszúra, hogy ne érjen a füstölőbe közel a rúdról le, olyan 80 centi, 90 vagy 1 méter, úgy e között váltakoztak szokások szerint. És akkor a vastagbél kifordították fakanálnyéllel, és utána kezdődött el a kaparás. Ez nagyon könnyen ment. Ez viszont már a késnek a fokával. A kés fokával tisztítottuk, de ez már deszkán. A vékony belet? Igen. Mit tette szükségessé, hogy ennyire minden részét felhasználták a bélnek? Hát mindenféle kis apró részletekbe, tehát teljes mértékben nem lehetett akkor még vásárolni úgy, mint most. Tehát a vékony belet és a vastagot is, ha mégis valakinek egy nagy súlyú disznót vágott, nem szedték annyira le a húst, akkor nagyon-nagyon vigyázott arra a kis bélre, sóba tették el, kis üvegbe, hogy a következő disznóvágás, vagy a család valamelyik tagját kisegítse vele, ha nem lett véletlen elég a bél. És ezért használtuk fel azt a bizonyos hártya részt, azt a kövér részt, amit a hasaljából kivéve a rece, ilyen formán, tehát ez a neve a rece, amiben is én emlékezetem szerint a májas tölteléket tettük bele. A májas tölteléket tettük, nem a tüdős. De ugye ez is a bizonyos családokon belül megoszlik. Ahol jobban azt szerették, abba akkor a recébe. De nálunk inkább a májas került a recébe, és az rásült, nagyon finom volt. A hurkát hogy állították össze? Hát a hurkát úgy állítottuk össze, régen még köleskása volt, csak nem volt rizskása. És a kölest, azt is megfokadoztuk, és akkor amikor meg lett fokadozva, akkor azt beletettük a májat, beletettük a tüdőt, na meg elébb azt megkeltettük. A fokadozás az mit jelent? Az a fokadozás az azt jelentette, hogy forró vízbe beletettük, úgyhogy jó félig megfőjön. Nem egészen, mert akkor puha lett. Az úgy történt, hogy így fokadoztuk meg, és akkor ezzel töltöttük majd meg a hurkát. És a májat? Hát a májat még legelőször csak nagy lyukú reszelőn reszeltük le, a tüdőt pedig két késsel vágtuk össze, vagy vágták össze az emberek. És akkor hát azt felfűszereztük sóval, borssal, és akkor ezt így töltöttük meg.
külön mindegyik fajtát, külön ugye? Külön mindegyik. Hát igen, valamikor még töltöttünk májas hurkát, meg tüdős hurkát. A májast csak májjal töltöttük, a tüdős meg csak tüdővel töltöttük. Mikor azt ugye a délután eljött, az emberek elmentek, az asszonyuk hozzáfogtak a tömishez. Hát akkor még nem húsdarálom, hanem volt ez a töltsérünk, azt evel töltögettük a hurkát. A sajtkészítés hogyan történt? Hát először is, amikor a belet szétszették, akkor leválasztották a gyomrot is. És a bélmosáskor a gyomor is oda került a bélbontóteknőbe, és meleg vizet engedtek bele, kifordították, jó erősen kimosták. Úgy került vissza a mosott béllel. Amikor a belet megkaparták, akkor került sor a gyomornak a rendbetételére, ami úgy történt, hogy nagyon forró, de nem rotyogó vízbe, tehát nem 100 fokos vízbe, hirtelen belemártották a kifordított gyomrot, és akkor a gyomor tulajdonképpen két rétegből áll, a körmükkel megkezdték bontani a belső, azt a nyálkás részt, és akkor sóval bekenték, és a sótól, meg ugye a húzástól szépen le lehetett húzni a belső részét. És akkor maradt egy vékony réteg, ami azért egy higiénikus, tisztább réteg volt, amit még megszedegettek, mikor visszafordították a színére a kövértől, leszedegették róla, és akkor ezt is egy ilyen szódabikarbónás, enyhén ecetes vízbe beáztatták, hogy az a bélgyomor szag is menjen el, meg egy kicsit fehéredjen meg. És miért forró vízbe mártották? Azért kellett forró vízbe mártani, mert valahogy a forró víztől vált szét ez a két réteg. Így lehetett lehúzni, meghúzni. És akkor közben már a férfiak megfőtt az üstbe a fej, mert a fejből készült a sajt. Egész odáig főzték, hogy majdnem lefőtt a csontról. Akkor kivették, kihűtötték, és vékony csíkokra felvágták. Ezt általában a férfi csinálta. Utána következtek az asszonyok, akik ezt a felvágott fejhúst befűszerezték sóval, borssal, piros paprikával, egy kis erős paprikával, és fokhagymával, amit félretettek, amikor a kolbászt gyúrták be, akkor tettek félre tört fokhagymát. Akkor megizlelték, megfelelt, akkor óvatosan ebbe, utána újra kimossák a gyomrot még tiszta vízbe, akkor óvatosan ezt bele nyomkodták, mert csak fél oldala nyitott, a fél oldala zárt. És amikor tele lett, akkor zsákvarrótűbe fűztek fonalat, és óvatosan visszahajtva a szélit bevarták, összevarták. És amikor a hurkát kifőzték tiszta vízbe, rendben volt a hurka, akkor utána jött a sajt kifőzése, ami nem pár percig, hanem hát legalább egy negyed órát, vagy még tovább is, attól függően, hogy milyen nagy volt a hízó, főzték a sajtot. Kifőzték, akkor kiemelték, kivették, rátették egy tepsire, tettek a tetejére vagy egy másik tepsit, vagy inkább egy deszkát, és akkor súlyzót raktak rá. Ha volt a háznál mázsa, akkor a mázsa súlyokból, ha nem, akkor téglát, kettőt is, hármat is rátraktak azért, mert ez egy ilyen kis púpos kis malacka volt, igen, hogy nyomódjon ki belőle a beszívott víz is, meg a zsír is. Így hagyták másnapig, és másnap, amikor a kolbászt akarták füstölni, akkor vastagabb zsinóra körbe tekerték, olyan hálószerűen madzagot kötöttek rá, felakasztották a füstölőbe, és így felfüstölték. Amikor kihűlt a füstölés után, szépen lehetett szelni, úgy, mint a kenyeret felvágni. Úgy tudom, készült még gömböc is. Igen, gömböc is készült. Az hogyan készült? Hát az úgy készült, melyik részéből a disznónak? Hát volt egy ilyen, amelyiknek nem volt vége. Egy ilyen, nem tudom, el kell elmondani, hogy milyen bél volt az. A vastagbélnek egy része. A vastagbélnek a legvége, egy része, igen. És ebbe a pofacsontot, két pofacsontot tettük bele, ezt megforgattuk alvat vérbe, ezt sóztuk ezt is, és amit a véres hurkát, mert hát véres hurkát is töltöttünk. A véres hurkának a masszájából egy-egy félmarékkal beletettünk ebbe a gömböcbe, és akkor ezt összekötöttük, vagy összevartuk, és akkor ez volt a gömböc. Ezt majd felfüstöltük.
Később felfüstöltük. Később felfüstöltük, ezzel főztük a tormalevest. És hogyan készül a tormaleves? Hát a tormaleves... Ezt úgy tudom, hogy egy nevezetes napkor csinálták. Igen, ez szilveszterkor, új évre főztük, szilveszterkor főztük, új évre főztük. Meg ez úgy készült, hogy megpirítottuk a tormát, a spárhel tetején, mert még akkor nem volt gáz, és akkor... a levélybe, vagy hát megfőztük azt a gömböcöt tiszta vízbe, kivettük a hús belőle, ebbe meg beletettük a tormát. És akkor ebbe ilyen habarásszerű, tejfeles habarást tettünk rá, és ezt savanyítottuk, úgyhogy ez savanyú leves volt, ez volt a tormaleves. A véres hurkát úgy töltöttük, hogy annak az úgynevezett fehér mája volt, egy ilyen kövér része, meg egy kis tüdőt tettünk bele, meg ebbe is alut vért tettünk, úgyhogy nem főtt vért tettünk bele. Ezt összekevertük, ebbe kemény magot tettünk, jó sokat, mert az adta meg az ízét neki, só, bors, meg kemény mag. Ez volt, és ezt vékony bélbe töltöttük a véres hurkát általában, nem vastag bélbe. Este fele már, vagy aki otthon maradt házigazda, vagy olyan fiatalabb, a kolbász oda nagyobb munka kellett, mert ugye az sem darálóval csináltuk még akkor idejében, hanem a nyomós hurkatöltővel. A kolbásztöltés hogyan zajlott? Mi volt a tennivaló? Hát az emberek megszedték a húst, és feldarabolták ilyen kis apróbb darabokra, és akkor két késsel volt megdarabolva. Így két nagy késsel, hogy mutassam, így... Nem darálták, mert daráló nem is volt még akkor, és a két késsel apróra darabolták. És akkor a teknőbe, előtte való nap a fokhagymát elkészítettük, és a teknő végébe másnap, vagy nem akkor másnap, hanem mikor rákerült a sor, meg sót tettünk a fokhagymára, jobban megtört, evel a hurkatöltőnek a ütőivel evel megtörtük. És akkor felfűszerezték fokhagymát, borsot, paprikát, és sót. Mikor az kész volt, sót, igen, és mikor az kész volt, ez akkor jött ez a hurkatöltő. Hogyan történt maga a töltés? Hát ezt a töltést, ebbe belerokták a húst, és a karszéket megfordították a ülőkeivel kifele, vagy így hátrafele, és így keresztbe tette a lábát, és akkor ezt megtöltötték hússal, evel nyomta. Ez volt benne a dudu, erre volt a húr ráhúzó. És akkor ezt húzta így mindig. A hasával kellett nyomni. Húzta befele, és akkor mikor kiment, újból megtöltötte. Ha volt egy szál benne, akkor másik szállat, ha nem, akkor még töltöttek hozzá. Ennyivel egy egész szál kolbászt hát meg lehetett tölteni? Hát attól függ, hogy milyen hosszúkra szedték fel azt a kolbásznak valót, húrt. Hogyan fűtöttek a kemencébe, és hogyan főztek egy-egy disznótor alkalmával? Hát nagyon korán hajnalban befűtöttek, mert a pogácsát azt meggyúrták még este általában, kis szaggatták, és akkor hidegre tették, úgy kelt meg, és a legkorábban kelt a gazdasszony, befűtötte a kemencébe, és kisütötte a pogácsát. Ezzel együtt bemelegítette a házat is, mert nem szobának mondtuk falun, csak háznak, ahol majd a munkálatok folytak. És akkor reggelire a pogácsa volt az egyik étel, illetve már amikor levágták a hízót, akkor kínálgatták a pálinkával a férfiakat, a pálinka után egy kis pogácsával. És akkor, amikor szétszették a hízót, akkor az orjából vágtak fel húslevesnek. Húslevest készített fel a háziasszony. Leginkább vágtunk tyúkot is, mert hát azt a kis orját, ha megfőzzük, utána nem maradt volna a következő hetekre, hanem akkor friss volt, nagyon jó volt egy kis tyúkleves is. Akkor csináltunk mellé pecsenyét, kását, köles kása volt még akkor, mert a zsírosát leszedtük a levit, és abba főztük a köles kását. Már az én időmben nem kemencébe főzték ezeket a dolgokat, hanem
asztali tűzhelyen, vagy berakott póron, még olyan is volt, mikor én gyerek voltam, és akkor ugye megfőzték a húslevest, amihez előzőleg vagy csigatésztát, vagy laskatésztát készített a háziasszony. A húsleves után pedig vagy toroskáposztát készítettek, vagy töltött káposztát. Mi volt a jobban elterjedt? Hát ez attól függött, hogy melyik család melyiket szerette. Nálunk például a töltött káposzta jobban ment. Ez volt a második menü, és akkor a pecsenyehúsból ilyen kövéres, hosszú hús, úgy hívták, abból vékony szeleteket vágtak fel, és akkor kisütötték lerbe, hogyha volt a tűzhelynek lerje, ezeknek a régi típusú tűzhelyeknek már volt ler, vagy az tényleg a kemencébe, még fűtöttek egy kicsit, akkor ilyen pecsenyehúst, sült húst, sóval, borssal megintették, és azt sütötték még ki, az volt a harmadik fogás. Kellett-e a férfiakat regulázni? Hát kellett, hogy sokat ne igyanak, hogy nehogy megragadjon a töpörtyű, mert általában azok pergelték ki a tepertőt, és hát, hogyha nem vigyáztak rá, akkor megragadt a tepertő, az üsthöz ragadt. És a gyerekek? Hát a gyerekek megszaladgáltak kinn az udvaron, csíptek a malac farkából is, a malac füléből is, amikor meg volt perzselve, és ők nekik nem volt teendőjük, olyan teendőjük, ők csak szaladgáltak az udvaron. Úgy tudom, valami játékot is kaptak ők akkor. Ja igen, már mikor megkapartuk a belet, akkor egy olyan 20-25 centinyi kis vékony belet elkaptak, és akkor ezt egy nártszálat bele dugtak, és akkor összekötötték, és ez ilyen fúvóka volt, meg a vészhólyagot is felfújták, és ennek is a csövibe összetekelték madzaggal, és akkor nekik ez volt az élvezetjük, ők evel szórakoztak. A gyerekek nem csak játszottak azokkal a vízhólyagokkal, hanem másra is fel lehetett használni. Igen, nagyapám pipázott, ő nagy dohányos ember volt, és akkor még a pipadohányt nem a boltból vásárolták, hanem árulták a dohányt, akik megtermelték, vagy magam sem tudom, gyerekként nem kérdeztem erre rá, hogy hordta hozzánk egy családból, Hencidáról egy néni, és akkor nagyapám azt megvette, szárította, nagyon finom apróra aprította, feldarabolta, és én így, ha visszagondolok rá, akkor a kaszából, az elkopott kaszából csinált kést. És azt annak faragott ki nyelet, és az bizony nagyon jól fogta, mert hát a kaszából nyilván nagyon éles kést lehetett készíteni, és azzal vágta apróra a dohányt. És akkor a dohányt? A vízhólyagra mindig nagyon vigyázott, azt kimosta, és akkor ezt is így disznótor alkalmával nádat dugott bele, bekötötte, és ez bizony bent száradt, felfújva. Ott akkor a kemence mellett ugye volt egy bizonyos rész, amit torkának, sutnak neveztek, és ott volt nekünk egy fogas. Oda is tettek csizmát, ami ünneplőbb csizma volt, felakasztották, és ott a szélső kis fogas részen oda felkötötte, és ezen a nátszálon jutott levegőhöz. És sokáig száradt? Megszáradt kívül, és akkor majd szépen kifordította. Amikor már szikkadt, akkor már megvágta még jobban a száját, és akkor kifordította, és akkor már csak úgy kötötte még fel. Akkor teljesen kiszáradt mind a két része kívül belül, akkor nagyanyám szépen körbe beszegte finoman kis anyaggal. Egy kis részt hagyott. A száját szegte be? A száját beszegte, és egy kis úgy mondván, mintha korca lenne egy nadrágnak, vagy mi egyébnek, és akkor abba fűztek bele galandot, és ebből lett a dohányozzacska. És ez galand? Olyan erős volt. Mi az a galand? Az a galand egy ilyen kis pamut, mint egy szalag, egy vékony szalag, de pamut anyagból készül. Hát valahogyan, én nem tudom, biztos vásárolták, ha meg mégse volt, akkor nagyanyám gyógycsot Szegedbe. És ebben tartotta a papa a dohány? Ebben tartotta, ez volt a dohányos zacskó. Igen, ez volt. És ez olyan lett, amikor megszáradt, mint a bőr.
olyan lett, mint a bőr. Egy kicsit színeződött olyan féleképpen, hogy nem teljesen hófehér, hanem mint a tojáshéj. Tojáshéjszint kapott, mire teljesen megszáradt. Így emlékszem vissza. Nagyon jó. Csak akkor engedtem meg, hogy a gyerekek, a fiúnak, a testvéreim, hogy focizzanak a vízhaujaggal, ha nem volt a dohányozzacskóra szükség. Mert ha gondját viselte, akkor pár évig bírta egy-egy dohányozzacskó. Már estével főtt meg a jó húsleves, vagy orjaleves, aztán a töltött káposzta, sült hús, még volt, amikor kisült a hájas pogácsa. Az hogy tetszett, hogy készíteni a hájas pogácsát? Hájas pogácsát, kedves? Hát, én úgy szoktam, hogy 70 dekal lisztet, meg egy fél kilo hájat. De már az a disznónak a hájából készített. Hájából készült. Abból. Aztán hát, ahogy is kell egy piti só megcsinálni. Kemencébe sütötték? Akkor még kemence volt, abban lehetett szépen sütni. Szépen felnyillott, mert hajtogatni is hajtogattuk. Felnyillott, aztán nagyon szépen sült. Abba. És hogyan füstöltek? Hát akkor még szabadkémény volt, és a szabadkéményre rúdra rakták, és ott fent reggel. Fenn a padláson föl kellett menni? Nem, kellett a padláson menni. Hát nem tudom, hogy majd valaki ismeri még a szabadkémény, hogy milyen volt. Minden reggel fűtöttünk, és annak a szalmának a füstje az járta be. Nem tűrészpor, meg mit tudom én, hanem meg azt úgy csináltam, amikor feltették a kolbászt, egy kis szalma csóvával meglángolták először, után kapta a füstöt, majd két-három reggel. Miért kellett meglángolni? Hát, mert az szikkadt egy kicsit. Szikkasztotta a bőrit. Pirosabb színű volt, meg mit tudom én. Ez így csinálták. És a kolbászt. Mennyi ideig füstöltek? Hát attól függ, hogy ki hogy szerette. 2-3 reggel, vagy még tovább is, ahogy ki hogy akarta. Még valamikor szalonnát is füstöltünk. Hogy füstölték a szalonnát? Hát a szalonnát becsomagoltuk csomagolópapírba, már nagyon tágon, és körbe kötöttük madzaggal úgy tágra, hogy a füste kicsit alá menjen, és úgy, mert az a szalonna nem avasodott meg. És nyáron azt ott hordtuk a mezőre. A füstölt szalonna nem avasodott meg? Nem avasodott meg, nem. Az esemény végét mi zárta? Mit csináltak este, ha már hát, mindennel kész voltak, igen, meg volt a vacsora? Akkor a, igen, a vacsora is, hát töltött káposztától minden elkészült. Hogy készítették a töltött káposztát? Hát azt ugye darált húsból, a kolbász húsokkal együtt ugye le lett darálva, és akkor abból vettek ki a kolbász darált húsból, és akkor azt külön készítették el, és akkor azt káposztába savanyított hordós káposztát, sztárul beszélünk, csak abba kemencébe csinálták, meg kemencébe volt ilyen vászonfazékban a tűtött káposzta, abban készült el. És akkor a besózott szalonnát, igen, húst, sonkát, majd mennyi idő múlva füstölték fel, vagy mennyi ideig fogyasztotta a család? Tavaszig el tudták tárolni? Nem, amikor a só bejárta jól a sonkát, meg a besózott húsokat, szalonnát is, ma a szalonna is meg volt vastag, a mangalica szalonna volt, meg volt szedve, és akkor az be volt sózva, akkor ugye az egy 3-4 hetes sózás után, még forgatni is kellett egy 2 hét után a sózó dézsában ezeket a húsokat megforgatni, és akkor 4 hétre körülbelül akkor lett kiszedve, és akkor ami füstölőre kellett menni, az odament, és így volt a húsvét. Tárolták, vagy általában volt, a legjobb volt a náttető alatt a tárolása, ahol nyáron sem csepegett meg se a kolbász, se a füstölt sonka. Húsvétra ugye mindig megvolt, hogy na ez marad húsvétra a húsvéti sonkának, hátsó sonka volt általában ez, amit meg volt hagyva, a legszebb hátsó sonka
volt meghajva húsvétra, és az is fel lett füstölve, és akkor náttető alatt volt általában tárolva, mert az volt a legegészségesebb. A cseréptető meleg volt, az nem volt ideális tárolásra. Mikor beesteledett, akkor megint visszatértek az emberek. Ugyanúgy, mint délbe, kezdődött a vacsorázás, hogy na most már vége van a disznó munkájának, úgyhogy na hát elvégeztünk minden dolgot, de már volt olyan időszak akkor is, hogy pergeltünk is ki, egy lábassal pergeljünk ki, mert egy kis friss tepertő is, hogy legyen a vacsora mellé. Mert úgy hát voltunk szép számmal. Akkor már nem volt az, hogy nem tudom mennyi húst egy 130 kilós hízóból tepsikkel rakjunk, hanem hát pótolta az a friss töpörtő is a vacsorát. Megtörtént a vacsorázás, megint mosogatni kellett. Ez aztán egész nap a mosogatás, egy asszonynak elég volt a mosogatás egy ilyen nagy családnál. Este szintén megint utána osz leült mindenki, szépen beszélgettünk olyan sok mindenekről, olyan sok mindenek szóba jöttek, még osz már olyasmi is előbekövetkezett, ha az emberek egy kicsit iszogattak, hogy még rá is zendítették a nótára, még olyan is volt, hogy énekelgettek, danolgattak, akkor azt olyan 11-12 óráig úgy eltelt az idő, hogy ugyancsak. Akkor jókedvűen fejezték be. Hát elég jó. Hát nálunk még ne is beszéljünk róla otthon. Hát édesanyámnak a testvérinek a férje, hát az egy nagyon, nagyon szerette az italt. Azt mondja, na az olyan, meg még hamarabb rágyult egy nótára. Máig megtartott szokás az, hogy kóstolót adnak a szomszédoknak. Igen, rokonoknak. Igen. Ez hogy ment abban az időben? Hát ez estével lett, ugye, készült el a hurka, a kolbász, és akkor ugye, akkor lett szintén, ugye, hogy akik segítkeztek, meg a szomszédoknak, meg a távolabbi rokonoknak is kóstolót adtak belőle. A munka végeztével este ugye akkor már el volt végezve minden munka, még a pergelés esetleg az volt, vagy maradt volna következő napra a szalonnának a kipergelése, akkor ugye már összeült minden, akkor már megvolt minden, már meg lehetett kóstolni a hurkát, a kolbászt, a töltött káposzta, a sült húsok megvoltak, akkor már borozgatások is jobban mentek, hideg tél volt, igen, az is volt nótázgatás, úgyhogy azzal fejeződött be a disznótor. Szép élmény volt gyereknek is, meg felnőtteknek is.